Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója július 18-án hétfőn. A hallgatói létszámnövelés és új szakok indítása a cél a Moson-Magyaróvári Egyetemen. Idén már elérheti a benzinfogyasztása a válság előtti értékeket, és 2-2-es döntetlennel kezdte az első NB1-es szezonját a Gyirmolt FC labdarúgó csapata. A részleteket hamarosan mondjuk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket. Beiktatták a Győri Egyházmegye új megyés püspökét. Veres András korábban Szombathelyen teljesített szolgálatot. Holttestet találtak Tatán az Általérben vasárnap hajnalban. A rendőrség szerint nem gyilkosság történt. Hétvégén tetőzött az árhullám Győrben. A heves esőzések miatt megemelkedett vízszint komoly károkat nem okozott, de több helyen fennakadások voltak a közlekedésben. És marad a felhős időjárás folytatásban is, de a következő napokban fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet. Adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Beiktatták a Győri Egyházmegye új megyés püspökét. Veres Andrást Ferenc pápa a szombathelyi püspöki székből helyezte át és nevezte ki főpásztorrá. Miután Pápai Lajos 25 évnyi szolgálat után 75 évesen kérelmezte a Szent Atyától nyugállományba vonulását. Veres András a Szent István által 1001-ben alapított Győri Egyházmegye 78. püspöke. Ferenc pápa nevében Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius köszöntötte Veres Andrást a Győri Egyházmegye élén, és köszönte meg szolgálatát Pápai Lajos nyugalmazott püspöknek, aki 1991-től vezette az egyházmegyét. Megköszönjük meg a meghívást, a pappá és püspöki szentelés kegyelmét és hálát adok mindenért. Kinevezésem a rendszerváltás kezdette, után történt, új lehetőségek jelentek meg számára, és ezeket igyekeztünk jól felhasználni. Megköszönöm a püspök atyáknak mindig készséges segítségét, paptestvérek áldozatos munkáját, az egyházmegyei hivatal, szeminárium, iskolák, kollégiumok is sorolhatnám tovább dolgozóinak együttműködését, kedves évek támogatását és szeretetét. Amit elértünk, az mindnyájunk közös munkája volt, eredménye volt. Megköszönöm a város, a megye, a kormányzat támogatását, jó egyetemítés az emberek szolgálatával. A Szent Atya Veres Andrást a szombathelyi püspöki székből helyezte át a Győri Egyházmegye élére. A főpásztor a beiktatási ceremónián hangsúlyozta, hogy mindenkinek megvan a saját felelőssége Isten előtt, de ez a felelősség az egyházban közös. Most arra kaptam megbízást, hogy ezt a közös felelősséget a Győri Egyházmegyében egybehangoljam, koordináljam. Mindenki felé teljes bizalommal fordulok, és mindenkire feltétel nélkül számítok. Segítsetek, hogy munkánk ne legyen hiába való, hanem erőinket és egyéni képességeinket egyesítve eredményesen építsük az egyházat, és szolgáljunk a ránk bízottak üdvösségét. Veres András a Szent István által 1001-ben alapított Győri Egyházmegye 78. püspöke. Átszervezések lesznek, de mindenkinek megmarad a munkája. Erről beszélt dr. Szalka Éva, a Széchenyi István Egyetem mezőgazdasági és élelmiszertudományi karának új dékánja. Hozzátette, hogy a fő feladat a hallgatói létszám növelése lesz a Moson-Magyaróvári karon. Ennek érdekében többek között új szakokat is terveznek indítani, főleg olyanokat, amelyek hiány szakmának számítanak, vagy egyáltalán nem tanítják itthon. Az egyik ilyen ágazat a tejipari szakemberek képzése lehet. Ez akár jövő februárban elindulhat kereszt fél éves képzésként, és a tervek szerint minden eddig oktatott szakot is megtartanak. 225 millió forintból épülhet új zajvédő fal az M1-es autópályára Tatánál. A beruházást a Nemzeti Közlekedési Hatóság már engedélyezte. A zajárnyékoló fal az Old Lake Golf Hotel előtti szakasztól a remeteségi benzinkutat is érintve a Szent Tamás forrás vonaláig fog megépülni,
1500 méteres szakaszon, így a hotel főépülete, illetve a női neves utcák zajcsillapítását fogja szolgálni. Magassága 5 méter lesz. A Magyar Közút 2017 első fél évére tervezi a megvalósítást. Holttestet talált a zsilipkezelő Tatán az Általérben vasárnap hajnalban. A test a halfogórácson akadt fent. Hogy mi történhetett, azt a rendőrség vizsgálja, de az elsődleges információk alapján kizárták a gyilkosságot. A halfogórácsba akadt fent a holttest, amit vasárnap reggel a zsilipkezelő talált meg. A zsilipkezelő jött, hogy Jani bácsi azt mondja, itt van egy hulla benne a vízbe. A nyugdíjaskorú férfit a helyiek közül többen ismerték, mivel egykor tatai vendéglátóegységekben dolgozott. Barátságos volt, kiszolgáló és készséges ember volt. A környéken már nem ez volt az első hasonló eset. Hát már nem az első, éppen most beszéltük, hogy már végességen egy kislány, kolléganőmnek a kislánya, akkor tavaly egy férfi megint. Egy kislány volt az első, aztán volt ott lenne a iskolánál egy idősebb bácsi. Hát volt egy fiatal ember, hogy fűzfánál, az 2 éve pont a születésnapomon volt, és most ezt. A helyiek találgatják, hogy mi történhetett a férfival. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az elsődleges információk alapján az idegenkezűség teljesen kizárható. Merrákjának gyógyításához szükséges őssejt beültetésére gyűjtött egy nő Győrben. Betegségét még papírokkal is igazolta a többiek előtt. Később kiderült, a leletek hamisak és a betegsége sem létezik. Csaknem 14 millió forintot gyűjtött össze, amelyet nem adott vissza az áldozatoknak, így többen feljelentették az asszonyt. Akár 12 év börtönre is ítélhetik azt a nőt, aki a nem létező betegségének gyógyítatására csalt ki majdnem 14 millió forintot ismerőseitől. A vádlott 15 sértettet tévesztett meg, és a hiteles megtévesztés érdekében valótlan tartalmú orvosi dokumentációt is felhasznált. A sértettektől 25 ezer és 5 millió 800 ezer forint közötti összegeket vett át az elkövető, mely összegeket a saját megélhetésére fordított. A nyomozás során fény derült arra is, hogy a vádlott rákos megbetegedésben merrákban sosem szenvedett, ellenben korábban plasztikai sebészeti mellfelvarrásban részesült. Az ügyészség a vádlottat jelentős kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalással, illetve további bűncselekményekkel összesen 16 bűncselekmény elkövetésével vádolja. Az irányadó büntetési tétel a halmazati szabályokra tekintettel 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztés. A győri nőt saját ismerősei jelentették fel, miután egyikük sem kapta vissza pénzét. Idén már elérheti a hazai benzinfogyasztása a válság előtti értéket a Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint. 2008-ban 3 milliárd 250 millió liter üzemanyag fogyott a magyar kutakon, míg a 2012-es mélyponton ennél mintegy 500 millió literrel fogyott kevesebb. A kiskereskedelemben eladott mennyiség már tavaly megközelítette a 8 évvel ezelőtti számokat, és az idei első negyedéves adatok szerint továbbra is nő a forgalom, amihez az üzemanyagok árának csökkenése is hozzájárult. A szövetség adatai szerint az év első 3 hónapjában összesen 6,3%-kal több üzemanyag fogyott, mint a tavalyi első negyedévben. Az árhullám levonulása után szombat este újra megnyitották a Petőfi híd alatti parkolókat Győrben. Vasárnap hajnalban pedig a Kossuth híd részleges lezárását is feloldották, és az alsó rakparti úton is újra zavartalanul haladhat a forgalom. A folyók a hétvégén tetőztek a megyeszékhelyen. 2-2-es döntetlennel kezdte NB1-es szereplését a Gyirmót FC. A szezon első meccsén az első fél időben még a hazai pályán játszó Mezőkövesd vezetett. A fordulás után viszont fordítani tudott a győri csapat lengyel és vas góljaival. Erre még volt válasza a Mezőkövesdnek, így igazságosnak mondható döntetlen született a két feljutó találkozóján. A Gyirmót FC vasárnap az MTK-t fogadja a hazai pályán. Megállapodást kötött a Magyar Kézilabda Szövetséggel a Graboplast. A szerződés értelmében a szövetség támogatja,
hogy minél több magyar kézilabda pályára a győri központú vállalkozás sportpadlóit fektessék le. A Graboplast sportpadlói közül egyébként több már nemzetközi minősítéssel rendelkezik, így a kézilabda mellett a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség versenyein is használják őket. A vállalat az elmúlt 3 évben több mint 130 ezer négyzetméter sportpadlót értékesített, összesen több mint 250 pályára. Megszerezte a hétvégi szolnoki magyar bajnokságon a Graboplast Győr a 200. felnőtt síkvízi országos bajnoki címét. Az elsőt még 1970-ben érte el az egyesület, a jubileumi siker pedig a Kenu 4-es nevéhez fűződik, akik 200 méteren diadalmaskodtak. Eközben Budapesten véglegesítették az olimpiai csapatot, így biztossá vált, amit eddig is tudni lehetett, nevezetesen Dusev Janis Natasa, Fazekas Zur Krisztina, Horváth Bence és Szomolányi Máté utazhat a riói ötkarikás játékokra Győrből. A győri sportolóknak még 6 aranyéremre volt szükségük ahhoz Szolnokon, hogy elérjék a bűvös 200-as határt. Kezdésnek a kenus lányok 3 aranyérmet is szereztek. Az egyes számokban a dobogó mindhárom fokára győri versenyző állt fel. Balla Virág 2 ezüstérmet szerzett, Lakatto Zsanett az 500, Devecsirényi Takács Kincsi a 200 méteren nyert, illetve a másik számban egyaránt a 3. helyen végzett. A rövidebb távon rendeztek páros versenyt is, itt is a győriek diadalmaskodtak. A férfi kenusok is kitettek magukért, 200 párosban például teljesen elfoglalták a dobogót. Első lett a Nagy Péter Lantos Ádám, második a horvátákos Széles Gábor, harmadik pedig a Hajnal Jenő Balla Levente egység. A férfi kenusok hozták a sporttörténelmi aranyat is. A sprinttávon 4-esben Nagy Péter Lantos Ádám, Varga Dávid és Széles Gábor térdelt a hajóban, elsőként értek a célba. És 2 aranyérmet szereztek a női kajakosok is. Az első nap Fazekas Zur Krisztina az olimpiára készülő 504-es csapathajójában diadalmaskodott, míg a záró futamon Csaj Renáta 5000 méteren 1-esben nyert magabiztosan. Az egyesület további érmeket is szerzett, így a Graboplast Győr összesen 7 arany, 9 ezüst és 7 bronzéremmel zárta a szolnoki versenyt, ennél több medált csak az újpestiek szereztek. Ezzel párhuzamosan 7 versenyző képviselte az egyesületet a korosztályos Európa-bajnokságon. A legjobb eredményt K4000 méteren Gacsa Lákos ért el, aki ezüstérmet szerzett a csapathajó tagjaként. A nők mezőnyében, ugyancsak olimpiai számban K4 500 méteren Gamsjäger Liza Mária bronzérmes lett, akárcsak párjával Szendi Lilivel 500 párosban. Beiktatták a győri egyházmegye új megyés püspökét. Veres András korábban Szombathelyen teljesített szolgálatot. Holttestet találtak Tatán az Általérben vasárnap hajnalban. A rendőrség szerint nem gyilkosság történt. Hétvégén tetőzött az árhullám Győrben. A heves esőzések miatt megemelkedett vízszint komoly károkat nem okozott, de több helyen fennakadások voltak a közlekedésben. Ma este is itt van velünk a stúdióban Kóródi Petra, jön a programajánló. Szia Petra, mit ajánlasz nekünk kedre? Szia és köszöntöm a nézőket! Már látogatható Tumbász Hédi fotóriporter kiállítása Tatabányán az Agora Frizben. A tárlaton az alkotó sportfotóit lehet megnézni, egészen szeptember 30-áig nézhető meg Tumbász Hédi kiállítása Tatabányán az Agora Frizben. Aztán Ki vagyok én címmel a pozitív szemléletet fejlesztő tábor lesz jövő héten Mosonmagyaróváron a Fehérló Közösségi Házban. A táborba 7-11 éves gyerekek jelentkezését várják, akik játékosan, vidáman tanulhatnak a beilleszkedésről, a kortárs kapcsolatokról, az önállóságról és az érzelmek kifejezéséről. A tábor napközis, tehát hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között biztosít elfoglaltságot a gyerekek számára. Bővebb információt a Fehérló Közösségi Házban szerezhetnek. Aztán Sötétben settenkedők címmel már látogatható Makult Gabriella grafikus művész kiállítása Győrben. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható az előttünk álló héten. Csapadékmentes és napos lesz a kedd az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. A légmozgás enyhe marad, lassan melegszik az idő. Kedden hajnalban 15, amíg reggelre 23 fokot mutathatnak a hőmérők a prognózisok alapján.
Kedden délutánra is marad a napos idő, a csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Kedden este 16-19 fok várható. Lassan visszatér a nyár a folytatásban északnyugatra a hosszú távú előrejelzések szerint. Szerdán reggel és este 15, nappal pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet, nem várható eső. Csütörtökön sem fog esni, a reggeli és az esti órákban 15, amíg napközben 28 fok valószínű. A péntek is naposnak ígérkezik, a nap elején és végén 17, amíg nappal 30 fok lehet a prognózisok alapján. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió esti hír összefoglaló műsorát látták, július 18-án hétfőn. Ha tehetik, nézzenek bennünket holnap este is, hiszen 7 órától újra jövünk majd a Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok mindannyiuknak, a viszontlátásra! Thank you.